Üdvözlöm Önöket, ez itt a Cikádor magazin. Több fontos döntés született a legutóbbi Vártaszéki testületi ülésen, lássuk melyek voltak ezek. 9%-kal emelkedtek a Vártaszéki köztemető kiadásai 2018-ban az azt megelőző évhez képest. Ez többek között a 2017-ről áthúzódó mintegy 370 ezer forintnyi hulladékszállítási díjnak, és annak köszönhető, hogy többet kellett költeni gyomírtóra és karbantartási anyagokra is. A kiadásokat a Vártaszéki temető működéséhez szükséges forrásokat a temetői sírhelyek megváltásából befolyt összeg azonban nem fedezte. Úgy gondolom, hogy Vártaszékváros köztemetője független attól, hogy nem egy épített temető, nagyon rendezett, gondozott állapotban van, a szolgáltató nagyon odafigyel erre. A ravatalozó épületét 2018-ban egy kicsit sikerült felújítani, tehát azt állapítottuk meg, hogy 2018-ban a temető működtetése az szerződés szerint és mindenki megelégedésére történt. A pénzügyi elszámolásokat is megtettük, bevételek és kiadásokat összesítettük. Ebből adódóan sajnos a bevételek nem fedezték 2018-ban a kiadási költségeket, ezért a városnak mintegy 510 ezer forintnyi forrás kell biztosítani a szolgáltatónak annak érdekében, hogy a kegyeleti jogszabályok szerint úgymond null szaldós legyen egy temető üzemeltetéséhez kapcsolódó bevétel és kiadásnak az egyenlege. Döntöttek továbbá arról is, hogy idén folytatják a temető korszerűsítését. Meghatároztuk, hogy 2019-ben mit szeretnénk a temetőben tenni. Egyrészt az általános üzemeltetési feladatokról döntöttünk és a hozzárendelt költségekről. Másrészt szeretnénk szépíteni a temetőt. Folytatni fogjuk az északi oldalon a temető belső útjának megépítését. Néhány padot fogunk elhelyezni. A növényesítéssel is foglalkozunk 2019-ben. Illetve nem ezen beszámoló keretében, de elvi döntés már született arról, hogy egy új kolombárium megépítése is megtörténik 2019-ben. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat ebben az önkormányzati ciklusban kiemelten kezelte a városi köztemető működtetését. A testületi ülésen a képviselők döntöttek a 12 ezer forint összegű téli rezsicsökkentés kifizetésével kapcsolatban is. A napokban minden érintett levélben kapott tájékoztatást, például arról, hogy a vásárlási utalvány formájában érkező összeget meghatározott helyeken lehet majd beváltani a megadott feltételek figyelembevételével. Az utalványt csak tüzelőanyagra lehet beváltani, így például fuvarköltségre nem. Meghozta a Vártaszékváros önkormányzat képviselőtestülete azt a helyi szabályt, ami a kormány által meghatározott téli rezsicsökkentés végrehajtására vonatkozik. Gyakorlatilag elfogadtuk a rendeletet és meghatároztuk azokat a technikai feltételeket, hogy hogyan tud hozzájutni az a mintegy 180 állampolgár, aki tavaly október 15-éig jelezte az önkormányzat felé, hogy igényt tartana erre a 12 ezer forintnyi támogatásra. Kiválasztottuk azokat a vállalkozásokat, ahol beszerezhető lesz majd a szén, tűzifa, PV-gázpalack, illetve a brikett. Maga a rendelet február 1-ével lép hatályba, ezt követően értesítést kapnak az érintettek, akik, mint ahogy említettem, tavaly október 15-éig jelentkeztek, hogy hogyan, milyen formában vehetik át az utalványokat, illetve milyen formában jutatnak hozzá a téli tüzelőhöz. Maga az elszámolás rendje alapján legkésőbb 2019. december 15-éig kell felhasználni ezeket az utalványokat. Én kérem az érintetteket, hogy lehetőség szerint minél hamarabb éljenek ezzel a lehetőséggel, és használják ki a támogatásból adódó lehetőséget. A testületi ülésen szóba került egy székelyház létrehozása is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral egyeztetve a Vártaszéken élő székelyek olyan közösségi házat szeretnének létrehozni, ahol nem csak gyűléseiket, hanem egyesületük táncpróbáit, kóruspróbáit tarthatják majd. A testületi ülésen az is elhangzott, hogy a II. Géza gimnázium korszerűsítése hamarosan megkezdődhet. Felszállt a fehér füst, a szabad így fogalmazni, hiszen 2016-ban nyújtottuk be a pályázatot, és azóta próbáltuk ezt a top pályázatot megfelelő módon menedzselni. Hát ez volt a legkisebb pályázatunk. Mi úgy gondoltuk, hogy ezt már el is felejtjük 2019-re. Nem így alakultak, viszont most már minden technikai akadály elhárult, hogy a képviselőtestület kiválassza a kivitelezőt, aki mintegy 27 kilovattnyi naperőművet fog felhelyezni a II. Géza gimnázium épületére. Az épület üzemeltetése ugye már nem a város feladata, hiszen a tankerület látja el ezt a feladatot, de úgy ítéltük meg,
hogy a mindennapi költségek csökkentése érdekében próbálunk ebben is segítséget nyújtani. A felszerelés követően rövid időn belül a villamosenergia költség lenullázódhat II. Géza gimnázium intézményben. Vagyis 2019-ben egy sor fejlesztés valósulhat meg Bátaszéken, így ismét egy mozgalmas, újító év elé nézünk. Felújítják 4 Tolna megyei település vízi közműrendszerét. Bátaszék, Báta, Alsónyék és Pörbölyk közösen nyújt be egy pályázatot a több mint 70 millió forintos fejlesztésre. Itt a Garai utcában kezdődik meg a vízi közműrendszer felújítása Bátaszéken, amennyiben az ehhez szükséges forrás egy részét elnyeri az önkormányzat egy pályázaton. A Bátaszékre eső nettó 24,5 millió forintos beruházáshoz a településnek 7 millió 600 ezer forinttal kell hozzájárulnia. Bátaszék a mostani pályázatot Alsónyékkel, Bátával, Pörbőjjel nyújtja be közösen. Úgy gondoltuk, hogy mielőtt a Garai utca egyébként is 2019-ben zajló rekonstrukció megkezdődik, amíg hátra lévő mintegy 505 folyóméternyi szakasz felújítását szeretnénk megoldani. Ezen a szakaszon kicserélésre kerülne a régi 1961-ben épült aszbesztemencső, illetve valamennyi házi bekötés megújulna a mai korszerű műanyag csöves rendszerbe. A korábbi ivóvízjavító programban, amiben szintén ez a 4 település vett részt, épp a régi csöveket nem cserélték ki. Így a kristálytiszta víz az előregedett rendszerbe megy bele, emiatt az íze sem jó, tapasztalják a környékbeliek. Ennek a programnak az volt a lényege, hogy a felszín alól felhozott ivóvizet olyan minőségre tisztítsuk le, ami az Európai Uniós szabályoknak és elvárásoknak megfelel, és természetesen jó minőségű vizet tudjunk a lakosság számára biztosítani. Csak ugye ezt a letisztított jó minőségű vizet belepumpáljuk egy olyan ivóvízhálózatba, egy olyan rendszerbe, ami az 1960-as években épült, aszbesztcement minőségben. Ugye ezek a rendszerek már teljesen előregedtek, elkorradáltak, olyan üledékrendszer vagy hálózat épült ki bennük, vagy olyan rétegek vannak, amelyek a legjobb minőségű vizet is a fogyasztónál már olyan állapotban hozzák, ami nem biztos, hogy esztétikus. Egészségre ugye nem ártalmas, de az íze, illetve az esztétikai érzéke azért jelentősen romlik. Dózsa Pál Tibor, Alsónyék polgármestere azt mondja, nagy szükség lenne erre az újabb beruházásra. A szűrővel rendelkező háztartásoknál állandó szűrőcsere van, ahol nincs, ott van, amikor üledék van a vízben, és akkor megkapjuk azt, hogy hát milyen minőségű vízünk van, hogyha elvileg rosszabb, mint a korábbi. Na most azért azt tudni kell, hogy Alsónyék esetében 63-ban épült a vízhálózat, tehát mindenképp korszerűtlenek a csövek. Hát el lehet képzelni, hogy micsoda üledék rakódhatott le, de én úgy gondolom, hogy ez azért már valamiféle előrelépés. Amit olyan formán hiányolok, ez megint csak egy ilyen, hogy mondjam, részletmegoldás, hiszen logikus az lenne, hogyha teljes hálózatot cserélnénk, mert most Alsónyék esetében 340 méteres szakasz, ami 14 millió 300 ezer forintba kerül, nekünk az önrész 4 millió 2, tehát mondjuk ez nekünk húzós a mi költségvetésünk között, de valamilyen szintű előrelépés, illetve szennyvízberuházásra várunk, ha összejön, akkor itt a csőhálózat csere is, tehát gondolni kell arra, hogy itt útfeltörések vannak, egyebek, tehát ha ez nagyjából párhuzamosan tudna készülni, akkor egy útfelújítást úgymond meg tudnánk spórolni. A felújítás Bátán a 10 kilométernyi vízi közműből mindössze 700 métert érintene. A 31 millió forintos felújításhoz az önkormányzatnak közel 10 millió forinttal kellene hozzájárulnia. A település vezetése ezért fontolgatja, hogy megduplázza a felújítandó hozt. Miután a településünk 10 kilométeres hozba közel 10 kilométer az ivóvízvezeték, és ha ennek a duplája ebbe a pályázatba esetleg bekerülne, ha a képviselőtestület megszavazná az önerőt az 1400 méterre, akkor első olvasatba eljutnánk a központig a Báta táblától, ami nagyon fontos lenne, hiszen nálunk az alsó hidig, tehát a Bátai főutcát körülbelül 2-2,5 kilométer hosszban a KPM út
határozza meg, és onnét körülbelül még 1 kilométer hossza az önkormányzati út a főutcán. Az összes többi út az a 10 kilométerből levonva, tehát óriási jelentőségű. A településeknek február végéig van lehetőségük benyújtani a pályázatot. A beruházás összesen több mint 70 millió forintba kerülne. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Az építőipari termékek mellett már olyan termékeket is kínálunk, amellyel még szebbé varázsolhatja otthonát. Nálunk megtalálja a faliórát, konyhafelszereléseket és a háztartáshoz szükséges termékeket A-tól Z-ig. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, akkor azt azonnal megrendeljük, és napokon belül a rendelkezésére is bocsátjuk. Továbbra is kínáljuk a komplett hőszigetelő rendszereket nemes vakolattal, 100 négyzetméter felett egyedi árral, hogy önnel együtt otthon se fázzon. Ha a karácsonyi ajándékot keres, akkor azt nálunk biztosan megtalálja. Szakértő kollégáink segítenek abban, hogy a lehető legszebb ajándékkal sikerüljön szeretteit meglepni. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Megtelt szórakozni és nosztalgiázni vágyó diákokkal, öreg diákokkal és szülőkkel a II. Géza gimnázium pénteken éjszaka. Lássuk, hogyan szabadultak ki a gyerekek a gimnáziumból, és milyen szórakozási lehetőségek közül választhattak. Bárki beállhatott görög táncot tanulni, akinek kedve volt elsajátítani a lépéseket. A gimnáziumok éjszakáján mindenféle nemzetiség táncába betekintést nyerhettek az érdeklődők. Az aula megtelt, sokan érdeklődve figyelték a tanulást, miközben a lilahagymás zsíros kenyeret majszolták és forró teát kortyoltak. Az előtérben is zajlott az élet, itt a gyerekek vérre menő meccseket játszottak a csocsó asztalnál, mások pedig az Xboxban mérték össze ügyességüket. De a többi teremben is számos fajta szórakozási lehetőség várta a gyerekeket, de nem csak őket, hanem az öreg diákokat, tanárokat és szülőket. Azonnal elöntötte a résztvevőket az adrenalin, ahogy bezárult a terem ajtaja, és csak a feladatok helyes megoldásával nyílt ki újra. Igen, ez a szabaduló szoba. Tartsanak velünk! Hány szint látunk ezen a... Kettő. Három. A gyerekek élvezték az érdekes, logikai, nyelvtani feladatokat, és magát azt a tényt, hogy be vannak zárva. Kristóf nagyon izgult, hogy vajon kijutnak-e a gimnáziumból péntek este. Kicsit furcsa, izgultam, hogy ki tudunk szabadulni. Milyen feladatok voltak? Volt olyan, amikor optikai csalódások voltak, azok furcsák voltak. Volt olyan, amikor ki kellett találni, hogy egy képen milyen állatok vannak. Volt olyan, hogy ki kellett rakni a kirakót, és a végén úgy jött ki a kódja az árnak. Melyik feladat tetszett a legjobban? Amikor az optikai illúziók voltak. Azt nehéznek találtad? Szerintem nem, mert én otthon is szoktam ilyeneket nézni. Többen akartak kiszabadulni a gimnáziumból, a csapatok gyülekeztek a terem előtt. Volt, aki az egész családját elhozta a programra. A gyerekek nagyon izgultak, mert még nem voltak szabadulószobában. A szabadulószobát választottuk, nagyon szeretjük ezt a játékot, többször próbáltuk már máshol is, és úgy gondoltuk, hogy itt is kipróbáljuk. Én még soha nem voltam szabadulószobában. Miért jó ez a program? Azért, amikor ránk zárták az ajtót, az nem volt jó érzés. Az nem, azért izgalmas, hogyha sikerül kiszabadulni. Ha nem sikerül, akkor kinyitja valaki, tehát azért nem maradunk ott, de igyekszünk. De eddig több-kevesebb sikerrel azért elég jól mentek a feladatok máskor, máshol. Van olyan, ami matematikai feladat, valamit keresgélni kell, van benne egy kis ügyesség, sokféle. Várjuk, nagyon szeretjük az ilyesfajta játékot. A gyerekekkel még nem voltunk ilyen programon, és hát a Hunor is ide jár ebbe a gimnáziumba, mint én annak idején, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy együtt bemehessünk és kipróbálhassuk ezt a játékot. A gimnázium éjszakája elnevezésű rendezvény célja, hogy egy kicsit közelebb vigye a gyerekeket az oktatási intézményhez, miközben szabadidős tevékenységek széles tárházával ismerteti meg őket, de ilyenkor arra is lehetőség nyílik,
nyílik, hogy a gyerekek megmutathassák, miben jók, milyen hobbi tűznek, milyen szenvedélynek hódolnak. Lesz ilyen sakk bajnokság, vagy ilyesmi, lehet még pingpongozni, csocsózni. És ezeket mind ki fogod próbálni? Hát igen. Tényleg? Hát már minden nap kipróbálom. Vannak alapprogramok, amiket tudjuk, hogy szeretnek a gyerekek, ami miatt szívesebben bejönnek. Tehát van kézműves foglalkozás, vannak logikai társasjátékok, kártyák, lehet ezt egy külön teremben, van filmklub. A sportolni vágyók asztali teniszezhetnek, csócsózhatnak, illetve itt próbálunk összeállítani egy Xboxot a nagyképernyős tévén. Ha nem sikerül ezen, akkor majd más technikai megoldást keresünk rá. Itt szokta tartani minden évben a heti összejövetelét a bátaszéki sakklub, akinek a vezetője Rudolf László hexasak világbajnok, tehát tőle is tudnak a gyerekek ellesni fogásokat, megtanulhatnak, illetve csakkozhatnak. Próbálunk a tánctanításra is figyelmet fordítani, hogy a gyerekek kikerülve a különböző bálokban is feltalálják magukat. Az idei évben először egy görög táncot tanító oktatót hívtunk, ez is gazdagítja a programot, illetve saját kollégánk és a gyerekeink, akik különböző tánccsoportokban lépnek fel, a saját tánccsoportjaik egy-egy táncát tanítják meg a társaiknak. Harmadik éve csinálunk a szabaduló szobákhoz hasonlóan Szabadulás a gimiből címmel programot. Ebből most már az idei évben két különböző szintet valósítunk meg. A kezdők jöhetnek a Szabadulás a gimiből egyes programra. Itt segítség is van, és sokféle logikai játékkal, de nem árulnám el a programokat. Lehet kijutni, megtalálni a kulcsot, és kinyitni belülről az zárt ajtót. A fejlettebb verzió pedig három különböző teremben három kulcsot, és teljesen önállóan kell megtalálni. A segítség az a folyosón lesz kint, hogyha véletlenül nem találnak ki, akkor azért ki fogjuk engedni a gyerekeket, de úgy gondolom, hogy itt az önállóságnak is egy ilyen izgalmat keltő hatása lehet, amikor teljesen egyedül vannak benne, és úgy birkóznak meg a feladatokkal. Van, aki kifejezetten a tánc miatt jön. Az ténykérdés, hogy a szabaduló szobába ugye fél óránként lehetett bejelentkezni 3-5-ös csapatokkal, ott beteltek a helyek mind a kettőnél. A többi programot pedig próbálgatják, kóstolgatják, és hát amelyik jól, amelyik tetszik, vagy ahol barátokra lelnek, vagy ahol hasonló érdeklődésű gyerekeket találnak, akkor éppen ott maradnak a gyerekek, de váltják is. Tehát olyat nem lehet, hogy 6 órától éjfélig ugyanezt a programot választja valaki, hanem váltogatják. A gyorsaság a lényeg és a figyelem. A kézműveskedés mellett ismét, ahogy az elmúlt években is, előkerültek a társasjátékok. Az egyik asztalnál egykori gimnazistákat lehetett felfedezni, akik egy ügyességi társasjátékban mélyedtek el, az úgynevezett hüp-hüp húrában. Keresni kell a számokat, ahogy fordítasz fel hármasával lapokat, azokból kell minél többet kidobálni a pakliból, és a végén azt számít, hogy a kezedben minél kevesebb kártya legyen, és az asztalon minél több kártyát rakjál le, és így fogjuk majd mínuszba számolni a pontokat. És azt számít, hogy ezt a paklit minél hamarabb lerakjad. Ezt úgy tudod lerakni, hogy innen is tudsz berakni a pakliba, és ide, innen fordítunk fel ide. És hogyha mind a 10 kártya innen elfogy valakinek, akkor van a játéknak vége. Elég bonyolultan hangzik, mégis ez a kedvenc játékotok. Igen, egyébként elég bonyolult is volt megtanulni, de hogyha az ember megtanul, akkor ez egy nagyon jó játék, és órákig el lehet vele játszani. Kifejezetten erre érkeztetek ide a gimnázium éjszakájára, hogy társas játékozzatok? Nem, igazából táncolni fogunk. A Dávid, a Péter tanárról, mi fogunk néptáncot tanítani, német és magyar néptáncot. Az intézmény vezetősége úgy tervezi, hogy a nagy sikerre való tekintettel a gimnáziumok éjszakáját jövőre is megrendezik. Jól halad a Bukovinából elszármazott családok kutatásával, a munkássága jelentős részét az elmúlt 10 évben ennek szentelő bátaszéki helytörténész Rudolf László. József falva és András falva után elkészült az egyik kisebb település Fogadj Isten feldolgozásával, és még két település Isten segíts és Adik falva van vissza.
Az elhíresült bátaszéki székelykutató Rudolf László dolgozószobájának asztalán egy újabb családfakönyvre bukkanhatunk. A közepes méretű, 10 éve elkészült József falva után a legvaskosabb András falva következett. Majd most letette a könyvtárak asztalára is a legkisebb bukovinai falu, fogadj Isten, családfáit, azoknak elvándorlásait összegző, azt nyomon követő, az előző kettőnél nagyságrendi okokból is érthetően jóval kisebb kötetet. Érdekes a fogadj Isten esetben is, ugyanis fogadj Isten és Isten segíts a legkorábban létrejött falvak Bukovinában, 1776-1777, ezt a két évet tartják, amikor létrejött. És az a legnagyobb érdekesség, és a könyvemben ezt mind publikáltam is, hogy eleinte boldog-boldogtalan megfordult ebben a kis faluban, hiszen akkor mondom csak, még fogadj Isten, meg Isten segíts létezett, és utána egyszerűen szőrén szárán eltűntek az emberek. Az első könyv József falva még fényképekkel illusztrált. András falva és fogadj Isten már nem. Sajnálja ezt Rudolf László, de annyi feldolgozandó információja volt, no és a képi anyag is időközben jóval bővebb lett, hogy terjedelemben, tördelésben nem volt kivitelezhető a képi információ hozzáadása. Célszerű lesz majd külön egy fényképalbumot, úgy például József falva esetében megjelentettem egy József falvi fényképalbumot, oda belerakni esetleg a meglévő, most már szinte számtalan fényképet, és lehet hivatkozni a családkönyvben, akkor ez melyik oldal, melyik családnál látható, vagy hova tartozik ez a fénykép. Ehhez már mások segítsége kell, tehát itt még József falván, még önerőből sikerült a fényképeket összegyűjteni, a kötetet így megtervezni, de ezt a nagyobb falvaknál ez már kizárt, hogy tehát én örülök, hogyha a most hátralévő két legnagyobb falut Isten segíts, ami várhatóan következő és körülbelül 1000 oldalas A4-es példány lesz, a legnagyobb a hadik falva, az meg körülbelül 1300-1400 oldalas, tehát két kötetni, úgyhogy ezeket megcsinálni, ez most a legfontosabb, hogy ez a sorozat befejeződjön. Titkos, de a realitás talaján álló terve Rudolf Lászlónak az, miután elkészül valamennyi bukovinai települést feldolgozó könyvével, egy legalább amolyan félméteres gerincű, míves kivitelezésű, valamennyi települést egy nagy könyvben fényképestül, információstól megjeleníteni. Ez most a legfontosabb, hogy ez a sorozat befejeződjön, és utána én nem csak poénból, hanem úgy érdekességből is, én azt mondom, hogy ez olyan lesz, mint ha egyetlen egy bukovina könyv, de annak körülbelül fél méteres a gerinc vastagsága, és szexádon meg fogjuk csinálni legalább egy példányban, és ha igény lesz rá, akkor több példányban is majd ezt a egyben egy bukovina könyv, amiben benne lesz a Bukovinába érkezéstől a világon való szétrajzásig minden, és benne lesznek például a Dél-Amerikába, Argentinába vagy Brazíliába elkerültek, ugyanúgy az észak-amerikai, a kanadai vagy az Egyesült Államokba, vagy Európáról nem is beszélve. A belső a tartalom ugyanaz lesz, mint ez, csak ott már 5 falu egyben, illetve a kirajzásoknak is az adatai is benne vannak. De ezek a könyvek általában csak egy falunak a népességét követik. Na most ez is nagyon nehéz, hogy megfogni, hogy ki az, aki csak Andrásfalvi, és ki az, aki mondjuk egyszer csak Isten segítsi, mert nagyon nagy keveredés volt már az elején, és akkor most akkor az egyik kötetnél akkor közöljem, a másiknál ne közöljem. Ha elvándoroltak, de aztán később egy generáció múlva esetleg visszajött a család. Tehát ezek mind ilyen nagyon problémát okoznak, hogy most melyik kötetbe külön legyen. De ha majd egyetlen egy nagy bukovina kötet lesz, akkor nincs probléma, akkor abban mindenki egyszer szerepel, és hatalmas nagy kötet lesz. Tehát így lehet ezt elképzelni. Ennyi volt mára a Cikádor magazin, legközelebb egy hét múlva jelentkezünk Bátaszék friss híreivel, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!